A városvezetés csak az erőből ért, a szép szóból nem. Ha aláírásgyűjtést szimatolnak, képesek korábbi nézeteikkel is szembe menni. Ezt mondta Horváth Attila, a városrész baloldali képviselője az Oladi úttal kapcsolatos helyszíni sajtótájékoztatón. Mint ismert, Puskás Divadar polgármester a héten sajtótájékoztatón nyugtatta meg a lakókat, hogy nem kell tartaniuk útépítéstől, mert kiveszik a rendezési tervből a dolgozók útja és a Muskátli utca között tervezett szakaszt. A képviselő azt ígérte, nem fog hagyni, hogy ugyanaz történjen az oladiakkal, mint az Aranypatak híd kapcsán a Kárpáti Kelemen utca lakóival, aminek a tervezését a tiltakozás ellenére is megkezdték.